annak az évnek a terén az ég lejjebb ereszkedett. Karel hiába nézett felfelé, ahogy 3 évvel azelőtt, amikor Mariánával elhatározták, hogy maradnak, megtelepednek, viskótácsolnak, aztán házat építenek ezen a hegyoldalon, és részévé válnak a falunak. Igyekeznek majd jó szomszédai lenni a régieknek és az újaknak is. Akkor a kemény talajon állva úgy látták, elég magas itt az ég. De most, mintha egy fullasztó fehér tömeg került volna föléjük, mint a vatta, amely leszorítja a pilulákat az üvegcsékben, amiket gyomorbajra szokott hozni a városból az idősebb Gede. Majd lassan a dugót is rájuk nyomja valami láthatatlan kéz, és csak azért nem fulladnak meg, mert a hegyről folyamatosan zúdul alá a jeges förgeteg. Volt most 2-3 jó telünk, mondogatták Bart kocsmájában a népek, és Karel kénytelen volt elfogadni, hogy szerencsés pillanatban érkeztek. Vacogtak a kaibában, de a legrosszabb időket kihúzták a fiatalabb Gede és Anka hátsó szobájában, tavaly télen meg már a saját kályhájuk fűtött. De most reggelre vékony jég volt a mosdó tálvizének színén. Reggeltől estig etetni kell a tüzet, nem hagyhatja kihűlni a házat. Fát kellett hát szereznie, mert ezt a telet nem fogják kihúzni annyival, mint a tavait. Hiába tüzel el mindent, kukoricacsuhét, pejvát, forgácsot, az semmit sem ér. Mondták ugyan, hogy kemény térre kell készülni, beszélgették a kocsmában, de Karel úgy hitte, minden tél kemény, hát ez se lehet sokkal különb az otthoniaknál, hiszen azokat is valahogy csak túl kellett élni. Nem tudta, hogy itt egészen mást értenek kemény tér alatt. A szag, mondta Gráber. De Gráberre nem igen hallgatott, mert iszákos volt. A munkában ugyan megbízható, amíg az első liter bor le nem folyt a torkán, utána viszont másnapra kellett halasztani az alap, a kút, az árok és a ciszterna kiásását. A szag? Érzi-e? Ismételte a kocsma előtt, és kiürítette a poharát. Karel nem értette, mire gondol. A levegőben van, mondta Gráber. A hó szaga. Menjen már, a hónak nincs szaga. Dehogy nincs, csak szippancson mélyen a levegőbe. Karel megtette, miért is nem éjet lélegzett, de csak a bor szaga siklott az orrába, meg az őszi trágyázás lebegő melege. Nem jól csinálja. Mélyre, a tüdejére vegye. Lépjen ki ide az útra. Kilépett, nagyokat szippantott a levegőből, még a szemét is behunyta. Nem olyan erős, magyarázta Gráber, ahogyan gyerekeket szokás tanítani olyasmire, amit nem annyira érteni, mint megérezni kell, hogy aztán természetükké váljon. És amikor Karel már éppen azon kezdett volna gondolkodni, hogy itt a bolondját járatják vele, valahol az orrürege hátuljában, vagy talán a torkában megérezte a húszagát. Valóban, igaza van a Grábernak. Van annak is szaga, talán nem is a hónak, hanem magának a hidegnek, vagy a havat hozó felhőnek. Már távolról is lehet érezni, ha az ember lehámozza az erős, közeli aromákat, a föld, a bor, az izzadság, a por, az állatok, a trágya, a főzés, és minden földi tevékenység szállongó szagát. Ott alattuk egykedvűen hömpölyög a hideg szag. Beleborsolcott a háta. Na? Gráber megcsapkodta a hátát a csontos kezével. Érzi? Karel megvonta a vállát. Hirtelen ostobaságnak tűnt az egész. Hallott már ilyesmiről. Az embert más ember is befolyásolhatja. Hogy olyasmit lásson, vagy gondoljon, esetleg érezzen, ami nincs is ott. Majd belejön, mondta Gráber, és elkacsázott a kocsma belseje felé. Karel egy kis ideig még áldogált odakint, mélyre szívta a levegőt, hol becsukta a szemét, hol inkább kimeresztette, mintha látni is akarta volna a szagot, de nem látott egyebet, mint az eget. Néhány szétkent, átlátszó felhőt, a templom tornya fölött köröző barna héját. Hazament, hogy befejezze a ház mögött épülő műhelyének tetejét. A falat kövekből rakta, a tetőhöz maga csiszolta a réceket. Rövidebb oldalába fás kamrát épített, és megelégedéssel nyugtázta, hogy mindennel készen van, a kamra is tele tűzifával. Most mégis meggondolta. Úgy látta, nem lesz elegendő. Jövő héten megpróbál még jó tüzelőhöz jutni, igaz, még nem tudta pontosan, miből és hogyan. Este málét vacsoráztak,
A kisgyereknek is adtak már egy-két falatot, aztán Mariana a bölcsőbe tette. Nem sokára kinövi, gondolta Karel, itt az idő kis ágyat készíteni neki. De ez legyen a holnap gondja. Végre egymás mellett feküdtek Marianával az ágyban. Azt mondják, igen hideg, keménytelünk lesz, mondta, inkább csak magának, meg a gerendáknak, mint a feleségének. Tudom, válaszolta Mariana. Már itt van a szaga a levegőben.